Az elmúlt évekhez képest lényegesen megnőtt a tűzesetek száma a tornán, derült ki a tűzoltóság éves beszámolójából. A vizsgálatok azt mutatták, az esetek jelentős részében emberi gondotlanság állt a tragédiák mögött. Én azt kérem mindenkitől, hogy nagyon vigyázzunk magunkra, és akkor, amikor tüzet gyújtunk, akkor gondoljuk át azt, hogy biztonságosan tesszük azt, vagy nem, mert hogy szinte kivétel nélkül azok a tűzesetek, amik a városban voltak, azok mind-mind emberi mulasztásból keletkeztek, úgyhogy ha mi nem figyelünk ránk, akkor a tűzoltók már csak a baj tudják megfékezni, de nyilván nem tudják meg nem történtté tenni ezeket a dolgokat, úgyhogy én köszönöm ezúton is, és a képviselőtestület ülésen is megköszöntem mindazoknak, akik ezekben a tevékenységekben részt vettek. Ezen túl pedig elfogadtuk a kérelmét a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóságnak a tekintetben, hogy a biztonságos működéshez ebben az évben 15 millió forintos keretösszeget biztosítunk, amit igény szerint tudnak majd az önkormányzattól lehívni. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy maximum 15 millió forint az remélhetőleg, amivel az önkormányzat hozza el ennek a tűzoltóságnak a működtetéséhez. A legfontosabb napirendi pont az étkezési díjak megállapítása volt. A vállalkozók kérésének eleget téve a testület a norma emelése mellett tette le a voksát. Olyan jelentős infláción túli úgynevezett szakági infláció volt, főleg az élelmiszeráraknál és a minimálbér tekintetében is, amit ő már nem tud biztosítani úgy, hogy egyébként megfelelő színvonalon tartja a közétkeztetést is. Mind a mellett pedig az óvoda vezetője jelezte a szolgáltató felé, hogy hát nem feltétlenül kielégítő minden nap az étkezés, amit a gyerekeknek biztosítani tudnak. És ő azt mondta, hogy ennyi nyersanyag normából sajnos csak ennyit tud biztosítani, és azt kérte tőlünk, hogy emeljük meg a térítési díjat, tehát azt a díjat, amit a szolgáltató kifejezetten a nyersanyagra fordíthat. Tehát nagyon szigorúan szabályozzák egyébként azt, és nagyon szigorúan ellenőrzik is, hogy a nyersanyagra beszedett úgynevezett térítési díjat, amit jelen esetben nálunk a szülő fizet, azt minden esetben a gyermekek étkezésére, illetve annak a nyersanyagára kell fordítani. Tehát ebből nem fizetheti a rezsit, és semmi más hasznot nem termelhet. Ez gyakorlatilag mind-mind a gyerekek asztalára, tányérjába fog kerülni. Az emelés mértéke 17%-os lesz, de ez a minimum mérték, ami a minőség javításához szükséges. Régi probléma a városban az Alkotmány utcai élelmiszerbolt előtti parkolás és a zebra hiányából adódó közlekedési problémák. A parkolás kérdése most megoldódni látszik. Lehetőség szerint biztosítsunk területet arra, hogy az úttest túloldalán az Alkotmány utcában a jelenlegi zöld területen egy parkolót építhessen. A korábban az előző testületülésen hozzájárultunk ahhoz, hogy átadjuk ezt a területet, most pedig arról döntöttünk, hogy milyen feltételeket szabunk. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a városnak ez pénzben nem kerül, csapadékelvezetés biztosított, lehetőség szerint a biztonságos átkelés is, hozzáteszem azt, hogy azért ehhez az átkelő személye is döntése is fontos, hiszen mi nem tudunk mindenkihez oda menni, semmi se a vállalkozó, hogy átkísérjük az úttest egyik oldaláról a másikra, tehát nagyon szépen kérünk, és kérek én is mindenkit arra, hogy lehetőség szerint szabályosan közlekedjen majd az úttesten, de döntöttünk arról, hogy milyen lesz a parkolónak a burkolata, hogy vezetik el a csapadékvizet, hogy csökkentik a zajt az ott lakók számára, hogy milyen lesz a forgalmi rend magában a parkolóban, hogy pótolják az esetlegesen kivágott növényzetet. Tehát most finomítottuk azt a megállapodást, amiről döntöttünk az elmúlt ülésen, úgyhogy én remélem, hogy mindenki megelégedésére szolgál. Hozzáteszem, hogy nagyon fáj, amikor zöld területet kell beáldozni, de azt is tudomásul kell vennünk, hogy ez az óriási káosz, ami nem csak itt Tolnán, hanem gyakorlatilag mindenhol más, mindenütt máshol van, nem csak Magyarországon, hanem máshol is, a megnövekedett gépjármű forgalom, megnövekedett parkolóigényt von maga után, ezt viszont nyilván meg kell valahogy oldani, akár olyan áron, hogy feláldozunk némi zöld területet, de ez nem lesz bevett gyakorlat egyébként, tehát ez egy különleges alkalom, és én remélem, hogy minél kevesebb ilyen alkalom lesz a jövőben.
Döntés született arról, hogy az építéshatósági ügyek a jövőben a kormányhivatal fennhatósága alá kerülnek. Az önkormányzat a feladat ellátásához szükséges erőforrásokat átadta a kormányhivatalnak. A Pesso Ferenc polgármester azt mondta, nincs túl sok ilyen ügy, amihez itt kellene döntést hozni. Ezzel együtt továbbra is segítséget nyújt a hivatal a lakosságnak az építéshatósági ügyekkel kapcsolatban.